ez az új jobboldaliság, ami, ami egyébként konzervatív forradalomnak is nevezhető, az nem egységes. Abban is vannak viták. És nagyon hasznos meghallgatni a különböző álláspontokat. És itt még lehet. Tehát akkor egy, ebben itt különbözők lehet. esetleg attól a globalista felfogástól, hogy itt ezen belül lehet vitatkozni, tehát az Pontosan. egyformaságot még nem követeli meg. Pontosan, ez az erénye is neki. Tehát én azt hiszem, hogy a konzervativizmusnak ez a formája, most nyilván nem a klasszikusra, hanem a maira gondolok, ez az új jobb jobboldaliság, amit a filozófus is megfogalmazott, ebben a, a, a pluralizmus érték. Tehát az egymás közötti vita, párbeszéd, másképpen gondolkodunk a jelenről, a múltról és a jövőről, de mindenképpen ezeket összefüggő azonosságként kezeljük. Szemben a progresszívekkel, akik ugye a múltat eltörölnék, a múltat megszüntetnék, elvágnák azokat az értékeket. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Nagy Ervint, a 21. század intézet elemzőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! És a mostani beszélgetésünk apropója egy elég neves előadássorozat, amit a 21. század intézetje szervez, és azon belül is a tegnapi előadás, amelyre egy francia újságíró filozófus volt a vendégük, Alain Benoit. Tehát minek, már ott a bevezetőben is látszott, hogy ez nem csak egyetlen alkalom. Miről szól akkor ez az előadásorozat? Valóban az ötvös előadásokat a 21. század intézet közösen a Polgári Magyarországért Alapítványjal, tovább most már hetedik éve, 2015 óta, minden évben újra és újra megszervezzük, és hát valóban hazai és világhírű előadókkal büszkékedhetünk. Tavan... Ez a 2015, ez, ez egy ilyen ikonikus év volt, ennek volt jelentősége, hogy akkor indult ez a sorozat? Ez a főigazgató asszony Schmidt Máriának a terve volt, és Tehát valóban... ez már egy korábbi terv volt, nem a, nem a bevándorlás hullám indította indított nem, Nem, el. nem, de azért összefügg, mert nyilvánvalóan a célja ennek az előadás sorozatnak az, hogy olyan Európát és Magyarországot érintő közéleti témákat vitassunk meg, illetve hallgassunk meg előadást világhírű és hazai filozófusoktól, szerzőktől, tehát nem politikusoktól, hanem közéleti személyektől, akik bizonyos olyan témákban, amelyek most éppen érintik Európát, illetve Európának a jövőjét, jelenét és a jövőjét. Ugye ennyiben igen, illeszkedik ide, de való igaz az, hogy ha megnézzük az elmúlt éveket, akkor tényleg legutóbb Joshua Moravcsik volt egy amerikai író, konzervatív szerző, aki egyébként régennek volt a tanácsadója, és foglalkozik az Európai Unióval és az Európai Politikával, de Richard Legutko, aki két éve volt a vendégünk, ő például az Európai Parlament képviselője. Ő egy lengyel filozófus. Magyarországról pedig talán kiemelhetem Balogh Zoltánt, Erdő Pétert, akik 2016-ban voltak, és Frank Füredit, akinek a szíve magyar, bár ő brit állampolgár. Igen. És valóban az ő előadásaik is Magyarországról, Európáról, és hát a főigazgató asszony is ugye itt ötvös, ötvös sorozatnak hívják, és ötvöstől idézi azt, hogy a tudás hiányában rejlő veszély az, amit nekünk ö, el kell, kell számolni. Tehát ez a célja eznek az előadás sorozatnak valóban? Hát van miről gondolkodni Európában, hiszen a francia filozófus újságíró is említette, hogy gyakorlatilag nem tudja megmondani már Európa, hogy igazából mit akar, főleg azért, mert hogy már nem tudja, hogy ő maga kicsoda és jó példaként említette Magyarországot, Lengyelországot, sőt, kitért arra, hogy akkor újabban Olaszország is, végül is azon az úton jár, ami az identitás felé vezet. Tehát, hogy ő is abban látta a megoldást, vagy egyáltalán jobbnak látta volna, ha eleve így áll föl Európa, hogy mindenki megtartja a nemzeti identitását. És hogy ezt egy olyan módon egybe egybemosni, hogy ugyanannak kell lenni, és ez jelenteni az egyenlőséget, ez egy mennyire elhibázott gondolat. Ez nagyon egybecseng, ugye a XXI. század intézet elképzeléseivel is. Valóban az intézetünk a számos elemzést, közép- és hosszú távú elemzést ö, jegyzett ebben a témában. A szuverenitás és a stabilitás az a két kulcszó, amivel mi foglalkozunk, ami nagyon fontos a politikában. De ennek nem csak aktuál politikai, hanem metapolitikai, ugye Alain de is használja ezt a kifejezést. Metapolitikai vonzata is vannak. Ez azt jelenti, hogy a politikai cselekvést megelőző szellemi munka elvégzése, tehát azon értékeket próbáljuk megragadni, amelyek a a, a, egy, egy, egy közösség, tehát mi esetünkben Magyarországnak a szuverenitását alkotják és szuverenitását erősítik. És való igaz az, hogy ennek a rendezvénynek is az volt a célja, és ezt a címet adta a, a filozófus ö, az előadásának, hogy miért került válságba az Európai Unió globalizáció korában. Igen, és valóban ő a kiindulási pontja az az, hogy gyakorlatilag Európa, aminek minden lehetősége megvan ahhoz, hogy vezető szerepet foglaljon el a világban, akár kulturálisan, akár politikailag, geopolitikailag válságba került. Szellemi, kulturális, gazdasági válságba. Ennek pedig az oka, bár ezt nyilván majd részletezzük, és ő is hosszan taglalta, az az, hogy az Európai Unióban elindult egyfajta olyan egységesülési folyamat, ami már nem az egyenlőségről szól, hanem az egyformaságról. Igen, ez volt az egyik motto, ami nekem is megragadta a figyelmemet, hogy ez mennyire igazságtalan, hiszen hát, hogy akkor minden nem egyszerűen csak egy, egy, egy unióba, egy kicsit elhibázott módon kapcsolódnak egymáshoz az országok, hanem elmossa az összes létező különbséget, amiből pontosan az identitása fakadhatna. Tehát eh, azt a szófordulatot, hogy, hogy egyenlőség, az mindenki számára vonzó lenne. De ha ez teljes egyformaságot jelent, akkor az vajon hova vezet, és ezt, eh, ezt jó leleplezni talán. Igen, maga ellenáll is ennek a, a régi kritikusa, tehát ő az egalitarizmust, az egyenlőségre való törekvést már 60-as évektől kezdve különböző kritikával illette, ugyanis ez már nem az egyenlőségről szól, nem a Igen. társadalmi egyenlőségről, hanem egyfajta erőszakos Egyformaságra való törekvés. Igen, nem? mert hogy egyformának csak erőszakosan lehet tenni askereket. Főleg, ha a biológiai oldalát nézzük, ugye itt azért Igen. szó volt erről is, és arról is lehet beszélni, hogy az LMBTQ mozgalmak például a férfi és a nő közötti Biológiai határvonalakat akarja Igen, eltörölni. Ez egy nagyon ö, jól ö, mintázza azt, hogy mennyire abszurd tud lenni ez a gondolat. Tehát, hogy valóban a férfi -női egyenlőségről évtizedek óta szó esik. Talán egy kicsit elkésve is, és azért ezt föl is szokták hánytorgatni, hogy milyen sokáig tűrte a társadalmak egymás után következősége, ezt, vagy a rendszerek egymás után következő része, hogy ne legyen egyenlőség. És most ugye ez teljes egyformaságba akar, tehát hogy most már mindegy, hogy férfi vagy nő, hogy ez vajon tényleg kimeríté az egyenlőség fogalmát. Hát valóban, hogyha a társadalmi egyenlőséget nézzük, akkor az egy fontos küzdelem volt, amit a feministák az elmúlt 200 évben felvállaltak. Hozzáteszem egyébként, hogy a feminizmusnak nem csak liberális formája volt, itt az elmúlt 100 évre gondolok, hanem pont Magyarországon, és lakta Margit személyében egy konzervatív keresztény Minisztáról beszélünk, aki egyébként az első női parlamenti képviselő volt, és akiről a Terrorháza Múzeumban volt egy időszaki kiállításunk is. De visszatérve az eredeti kérdéshez, valóban a maga a mozgalom, tehát az, hogy egyenlőek legyenek a nemek a társadalmi szerepvállalásban, szavazati jog esetében, munkavállalási jog esetében, illetve hol még van sokak, és szerintem is, az én véleményem szerint is, és sokak véleménye szerint is, dolga a feminizmusnak az a bérezés. Tehát, Igen, ezt, a egyébként munkáért. ez érthetetlen, ezt hogy tudják egyébként föntartani. Most, ha már itt van, akkor hogy kérdezem meg? Hogy lét? Tehát, hogy nekem is ez szemet szúrt, és nem tudom elképzelni, hogy, hogy mondjuk hogy hangzik akkor egy állásinterjú, hogy milyen fizetésre számít, mondjuk, mit tudom én, főmérnökként, és akkor egy nő mást mondhat be, mint egy férfi. Hát szerintem rákényszerül sokszor, hogy más mondjon be, mert ugye kiszolgáltatott helyzetben van. Tehát pont abból ered az egész probléma, hogy a nők kiszolgáltatottabb helyzetben vannak a munkaerőpiacon. A magyar kormánynak egyébként a családpolitikai vállalásai is arról szólnak, hogy ezt az egyenlőtlenséget megpróbálja kiegyenlíteni. Tehát vannak politikai és vannak mozgalmár, illetve civil kezdeményezések, amik ezt próbálják segíteni. És való igaz az, hogy egy-egy állásinterjún egy nő kényszer kerülhet, de olyan is könnyen elképzelhető, hogy a munkadógon, úgy, hogy egy nőt felvehet alacsonyabb bérezéssel is. És ezért tényleg tenni kell, tehát ezzel nincs igen. probléma. Ez a társadalmi egyenlőség. Amiről Mert ugye a... itt emberekről van szó, azok még nem lettek egyformák, megtartják a különbözőségüket, hanem emberi mi voltukban akarjuk őket egyenlővé tenni, mert hogy ez teljesen jogos. Ez teljesen jogos, sőt, hozzáteszem, hogy a szavazati jog is ilyen igen, volt. Igen, És ez érdekes dolog, mert például Svájc, amit azt szoktuk mondani, hogy ez a demokrácia nagy otthona. senki nem tudja, hogy ott talán ott a legkésőbb. Legkésőbb, 1971-ben. Hát ez borzasztó késő, ez már szinte, ez az... Teljes újkor, az már egy modern kor. Igen, mert a Svájcban, van egy, le? Igen, a Svájcban van egy olyan ö, érdekes, vagy hát nem érdekes, tehát egy ilyen hagyomány, hogy népszavazással döntenek a legtöbb dologról. Uh -huh. És az első népszavazást, amit megtartottak abban a kérdésben, hogy a nők is kapjanak szavazati jogot, csak a férfiak mehettek el, hát az volt a helyzet, hogy csak nekik volt szavazati joguk, és sajnos, sajnos az nem volt sikeres. És, és erre és... nem gondoltak? Hát nézd ezt, a, a svájci társadalomnak kell ezt a fajta problémát megoldani, de minden esetre ezekhez az, ja, és 25 évente lehet csak egy kérdésben népszavazást tartani. Igen, Tehát ennyit kellett várni, úgyhogy 71-ben tudtak újra népszavazni erről. És ehhez képest azért mondjuk el, hogy Magyarországban már a 20-as években. Így van, már a két világháború között, bár ugye ott voltak különböző cenzusok később, de minden esetre a nők szavazati jog az Európa szerte azért, nálunk azért időben, ideje korán, de azért mégiscsak száz éve, tehát azért ez, ez, egy, ez egy most is aktuális Most küzdelem. is aktuális, igen. Tehát ezzel most akkor elismertük azt, hogy vannak teljesen jogos küzdelmek az egyenlőségért, és hogy akkor ez átcsapott egyformaságba, és ahogy említette is, ez csak agresszióval, erőszakkal lehet elérni, hiszen az emberek véleménye egyszerűen nem egyforma. Ahhoz, hogy egyforma legyen, ahhoz, hogy ugyanazokat a szavakat használják, ugyanazt a, talán ez Ezeket is felsorolta az előadó, Igen. igaz, hogy hogy ugyanazt vásárolják, ugyanazt olvassák, ugyanaz legyen a véleményük, és szankcionálják, aki esetleg nem. Tehát akkor ez teljesen átfordult, és hogyha erről nem gondolkodunk, akkor, akkor könnyű azt mondani, hogy hát most csak egy, új, csak egy, újabb pici lépést, most csak azt kérik tőlünk, hogy hát ezt még meg lehet tenni, de hogyha valóban van egy filozófus, aki az egészre így rá tud nézni, akkor látja ezt a folyamatot, hogy, hogy erőszakkal mondjam fel a véleményemet, akkor mi marad abból, hogy különbözőek vagyunk, és, és ez az emberi mi voltunkhoz hozzátartozik. Valóban, és ez tetten érhető a közösség, és tetten érhető az egyén esetében is. Tehát sokszor érezhetjük azt akár, mint fogyasztók, ugye erről is szó volt, hogy úgy próbálnak a különböző multinacionális cégek haszonhoz, profithoz jutni, hogy az embereket meg, megpróbálják has, egymáshoz hasonlatossá tenni azáltal, hogy ugyanazok a vágyak, ugyanazok az emóciók, ugyanazok a fogyasztási vágyak jöjjenek elő, hisz ez a profitnak a lényege. Egyébként a Bár beszél is arról és ír is arról, régebbi könyveiben, hogy a multinacionális cégek az egyik motorjai ennek az egyenlőségből. Egyformaságra való törekvésre, hát a fogyasztói társadalomnak ez a egyik nagy rákfenéje. Ugyanakkor a globalizmus is erről szól. Tehát a globalizmusban is azt érezzük, hogy a kultúra területén, gazdaság területén, és úgy általában a politika területén is már nem az egyenlőségre, hanem az egyformaságra törekednek. Ennek nyilvánvalóan vannak tetten érhető politikailag is, meg a és gazdaságilag is. És az Európai Unió ebben élen jár. Az Európai Unió eltörölte a határokat, aminek vannak jó oldalai, mert mégiscsak szabad mozgás, munkavállalás, tanulás, és így tovább. Tehát szolgálhatna közösséget is? Nem, és mindenképpen az is lenne a cél, de hát ezen túl terjeskedett, Sőt, úgy tűnik, hogy az az egyformaságra való törekvés eltörli azokat az identitásokat, amelyek több száz vagy több ezer évesek itt Európában eltöli az egyén identitását, és eltöli az egyes közösségek Igen. identitását is, akár a nemzetek esetében is. A francia filozófus pont emellett szólalt fel, ő volt az első egyébként, vagy az első között, aki arról beszélt, hogy a klasszikus bal és jobb oldal mm, vitája, az ma már inkább egy globalista-lokalista vitává változott. Szerintem ezt ma már azért érzékeljük, ő ezt azért több évtizeddel ezelőtt írta le, és hogy a mostani jobb oldalnak ugye ő önmagát jobboldalnak tartja, de ez nem a klasszikus jobboldal, ő önmagát olyan jobboldalnak tartja, amely a lokal, lokális politika mellett foglal állást. Tehát az identitásvédelem, a több ezer éves kultúravédelem, az őshonos európai népcsoportoknak az identitás védelméről beszél, és ő úgy gondolja, hogy ezek lehetnek azok a válaszok a globalizmusnak a, az egyformaságra töve, törekvő erőszakos nyomulására. Ezek lehetnek az emberi életnek az olyan bástyái ezek az identitások, amiben egy boldogabb, jobb és hasznosabb életet élhetünk. Na most a klasszikus jobboldalt említette, és talán ez ugyan nem volt tegnap az előadás témája, de nagyon érdekes következtetéseket lehet levonni, hogy akkor most igazából mit is jelent a jobboldal. Mert ő ugyan a valóban évszázados, évezredes értékekre alapuló, közös értékeket megosztó helyi közösségekre építene. Kérdés azonban, hogy mondjuk ő, aki jobboldalinak vallja magát, hogyan határozná meg ezeket az értékeket hiszen egy másik írásában pontosan arról ír hogy hát ez a kereszténység hibája hogy idáig jutott Európa és igazából a pogány istenek lennének azok akik ezeket a helyi értékeket megadnák. Itt azért látok egyfajta ö, ellentétet, meg zavart, vagy akár mondhatnám, hogy logikai buktatót is, mert hogy akkor, akkor vajon a jobb oldal milyen érték közös értékekről beszél, amikre vissza lehetne helyezni az identitáspolitikát. Azért az európai kultúrának azért több gyökere van, itt van az antikvitás például, ahova vissza lehet nyúlni, de való igaz az, hogyha az új jobboldali eszméket nézzük, amelyek Franciaországban születtek, majd Németországban terjedtek el, akkor közöttük volt egy nagy vita talán, Molnár Tamás magyar származású filozófust idézhetnénk, akinek a könyvét nemrég mutattuk be, az egyik könyvét, és itt is ebbe a stúdióba is beszéltünk róla, amit Hálásan köszönünk is. Ő közöttük volt egy vita. Tehát molnár Tamás. Hát ő mivel azt mondta, ő katolikus volt, ezért mindig kellett, volt. hogy legyen vita. Igen, ő, ő, ő amellett tehát hogy maga az egyháznak a szerepe meg kell, hogy erősödjön, ugyanis az egyház az, amely képes ezeket a kulturális értékeket, ami az identitásunkhoz szükséges megőrizni és újra megteremteni. Ezzel szemben. Ellen de Benoar, ő viszont azt mondja, hogy a katolicizmus vagy a kereszténység már az individualizmus felé való ellépés volt, és ő azért még régebbre nyúlna vissza, ha úgy tetszik a, az antikvitásban meglévő ö, valami fajta... Uh, univerzális gondolkodásra. Amikor az ember és az Isten együtt élt, ha belegondolunk a görög mitológiákra, akkor az Istenek közöttünk jártak, tehát egyben éltünk. Ezen lehet vitatkozni. Igen, ezen lehet vitatkozni. Ezen, ezen igen, Mert most és... így megpróbáltam uh, vizualizálni azt az Európát, amiből mondjuk hiányzik ez a 2000 éves kereszténység, és uh, tudomásom szerint akkor minden országnak, tehát például Magyarországnak is megvoltak a maga uh, sámáni istenségei, megvoltak a vikingek, az istenségét, tehát azt az egyenlőséget meg együttélést, ezt nem annyira látom Isten és ember között, hát már csak azért is, mert tehát ugye eleve a megváltással, Jézus Krisztussal lett az, hogy Isten az emberek köze, emberekkel együtt tud élni. És az egyes és egy egyességet is, tehát annyiban egyet tudok érteni, az egyház ilyen módon, ha ezt képviseli, akkor ebben van egy közösség. De hogy lesz az abból az antikvitásból, amire ő utal, bármiféle közösség? Vagy akkor ő arra gondol, hogy nem is, tehát Nekem itt van egy logikai buktató. Persze. Hát hogy bitag... néz ki ez az, az Európa, amiből hiányzik ez a 2000 év? Igen, ezzel lehet vitatkozni, mivel nincs itt a, a filozófus, ezért nem illik mondjuk olyan dolgokba belemenni, amire ő nem tud reagálni. De mondjuk, de hogy tény, a 21. század intézet mit gondol tény, erről? Igen, de tény az, hogyha. Mondjuk engem, vagy, vagy minket kérdeznek, akkor mi egyértelműen, akkor egyértelműen úgy látjuk, és én is abban gondolkodom, hogy a kereszténység, félretéve most itt az egyházzal való különböző vitákat, ugye több keresztény egyházról beszélünk, vagy beszéltünk, például a zsidóságról is, ami nem egyházszerűen él, de mégis csak kultúra őrző. És ő mind a kettőt, tehát a judó, judeó judeo kereszténységet, kereszténységet. löknék ki az európai történelemből. Tehát, hogy hogy a jobb oldalon, például a 21. század intézete, hogy tudja akkor ezeket a gondolatokat így egyrészt felvállalni, másrészt pedig beépíteni. A, a megszólalóink, akik eljönnek ezekre a rendezvényekre, autonóm emberek. Tehát az nem azt jelenti, hogy mi mindenben egyetértünk velük. Sőt, a beszélgetésnek és a párbeszédnek lényege az, hogy vannak vitatott pontok. Azért érdekes most egyébként Alain a Benoert, mert ő másfelől közelíti meg ezt a problémát. Ugyanaz a probléma, tehát a probléma az a globalizáció, mi is erről beszélünk. Az, ami... Ebből következik az, hogy meg kell védeni a közösséget, abban is hasonlóan Igen. gondolkodunk. Mi nemzetben gondolkodunk, ő ennél kisebb lokális közösségekben. Neki voltak olyan írásai, amiben már a nemzetet is egy túlzottan nagy közösségnek tartja. Uh -huh. Tehát ő annyira lokális kis közösségekről beszél, amelyek egy ilyen helyben lakás. Talán az ógörög oikos szó erre a legjobb, az én háza népének szoktuk fordítani Igen. ezt a fogalmat. Tehát ő egy sokkal kisebb entitásra gondol. Ezzel szemben itt Magyarországon ennek nincs akkora nagy kultusza. Talán Hanvas Béla kezdett el ezen gondolkodni, de ezt azért már nem hoznám ide, mert túl messzire mutat. Igen. De minden esetre azt mutatja, hogy az a fajta jobboldaliság, ez az új jobboldaliság, ami, ami egyébként konzervatív forradalomnak is nevezhető, az nem egységes. Abban is vannak viták. És nagyon hasznos meghallgatni a különböző álláspontokat. És itt még lehet. Tehát akkor egy, ebben különbözők esetleg attól a globalista felfogástól, hogy itt ezen belül lehet vitatkozni, tehát az Pontosan. egyformaságot még nem követeli meg. Pontosan, ez az erénye is neki. Tehát én azt hiszem, hogy a konzervativizmusnak ez a formája, most nyilván nem a klasszikusra, hanem a maira gondolok, ez az új jobboldaliság, amit a filozófus is megfogalmazott, ebben a, a, a pluralizmus érték. Tehát az egymás közötti vita, párbeszéd, másképpen gondolkodunk a jelenről, a múltról és a jövőről, de mindenképpen ezeket összefüggő azonosságként kezeljük. Szemben a progresszívekkel, akik ugye a múltat eltörölnék, a múltat megszüntetnék, elvágnák azokat az értékeket, ők az egyformaságra törekednek. Ez az új jobboldali gondolkodás, amiben a mi intézetünk is benne van. Ez pedig egy. Értékvédelem egy annyiban konzervatív magatartás, hogy nem ideológiáról beszélünk, hanem egyfajta egyfajta alapállásról, hogy hogy gondolkodunk a világról. Ebben valóban nagy a pluralizmus, ebben vannak viták, és ebben érdemes meghallgatni mások véleményét is. Én azért idéztem ide elő Molnár Tamást, mert az ő filozófiájával nagyon sokat foglalkoztunk, könyveiket adtunk ki. Ők közöttük ez a vita, ez egy élő vita volt. Tehát ugye Molnár Tamás sokáig élt Franciaországba, majd az Egyesült Államokba. Volt olyan időszak, amikor egyébként nem álltak egymással szóba, de Azután egyébként komoly barátságot ápoltak, de nagyon éles vitát folytattak az egyházról, a kereszténységről nézve. Igen, a jobb jobboldaliságban sok minden belefér, ez egy, ez egy plurális világ, és egyébként ezt, Schmidt Mária főigazgató asszony is elmondta a rendezvény elején, hogy egy szókimondó filozófus van most itt, egy provokatív, akivel valószínűleg vitatkozni fogunk. Bár a tegnapi előadás alapján nem nagyon lehet, nem? Mert abban nem volt olyan, abban pon nem. talán pontosan azokat a részeket hozta, amiben nagyon nagy egység van a jobb oldalon. Igen, hát, alapvetően a, a címéből is, az előadás címéből is következtethetünk arra, hogy itt alapvetően egy antiglobalista álláspontot képviselt, Igen. és konkrétan az Európai Unióval, mint ahogy ő nevezi, egy technokrata, Építménnyel foglalkozott, amely szerinte elvágja azokat az értékeket, vagy kidobja azokat az értékeket, amelyek az identitásunkat ez idáig meghatározták. Érdekes dolog, és ide kapcsolnám még, hogy kicsit gondolkodjunk el ezen, hogy valahol az a fajta globalizmus, amit a amit ő, mi is ő, pellengére állítunk, az az egyformaságra való törekvés a határok eltörléséről szól. Tehát eltörli a férfi és a nő közötti határokat, lassan eltörli a gyermek és a felnőtt közötti határokat. Igen, ez a következő lépés. Ez a következő szinten, lépés, nem? és én már látok arra is jeleket, Érdemes elolvasni Frank Friedinek a Célkeresztben a Határok című könyvét, ő is ír erről, és én is látok erre bizonyos lépéseket, hogy eltörlik már a különböző állatvilág és az ember közötti különbségeket. Ugye ez egyre a... rosszabbul hangzik. Egyre rosszabbul hangzik. Hát ez az egyformaságra való törekvés, és minden határnak a feloldása, ez a progresszív gondolkodás, hogy törőjünk el minden határt, hisz, a progresszívek szerint minden határa a szabadságunknak az útjába áll. De hát a végtelen szabadság az anarhiához vezet, meg az egyformasághoz vezet, úgyhogy itt egy nagyon komoly vita van, de de való meg hát olyan tabukat dönt le, mint mondjuk a pedofilia, vagy a, a vagy az szó. állatok emberek közötti, igenis markáns különbség, arról nem beszélve az együttélésük, az, annak is, az, az, annak a hierarchiának kéne benne lennie, hogy állattartó az ember, és nem igen, társnak hát, fogadja el. És igen, tehát hogy De. talán megengedhette magamnak, hogy a saját véleményemet is itt ezzel kapcsolatosan kifejtsem. Én úgy gondolom, hogy hát, az imagódej, imagó tehát az Isten képmására teremtett ember, az mindenképpen elkülönül a természettől, a világtól, a teremtett környezettől. Ugye a bibliai tanítást nézzük, és én ezzel egyetértek abszolút, hogyha ebből, köve, ebből közelítjük meg a világunkat, akkor az ember, mivel az Isten képmására ö, lett teremtve, ezáltal rá gondoskodóként rá lett bízva a, az, hogy gondoskodjon a természetről. De mivel Isten képmására van, ezért felsőbbrendű, Igen. tehát az ember elkönül a természettől, hisz lelke van neki, de ugyanakkor ö, egységben is gondoskodva kell élni. Egyébként ebből következik a, a környezetvédelemről vagy a természetvédelemről szóló különbségtétel is, mi azt mondjuk, hogy nem környezetvédelemre van szükség, hanem a teremtett világvédelmére, ez inkább természetvédelmet jelent. Különösen abban a pillanatban, amikor a környezetvédelem átlépi azt a határt, amikor kiderül, hogy az ember zavarja a környezetet, akkor ez már nagyon markáns tud lenni. És hát a francia filozófiában, de most tényleg ez csak egy zárójeles megjegyzés, ugye a legutóbbi években megjelent pár olyan könyv, amiből kiderült, hogy hogy ezek a nagyon magas értelmiségiek visszaért gyakorlatilag a, a, tekintélyükkel, és hát kiskorú lányokkal voltak kapcsolatban, ami nem meg elég felháborodás Franciaországban, Magyarországon viszont még igen. Tehát azért van egy nagy különbség ebben a, a filozófiai hozzáállásban is, ami ott, ott már talán előbbre jár ebben a, ezeknek a határoknak az eltörlésében. Előbbre jár, de én azt hiszem, hogy ez nem fejlődés kérdéssel. Tehát a fejlődésnek ez a relativitása. Tehát az annyiból előrébb jár, hogy egy bizonyos dologba túlterjeszkedett, viszont nem fejlettebb. Ja, nem én fejlettebb, nem így értettem. Igen, <laughs> nem célként tűztem ki, hogy hát is ezt kéne elérni, Ilyen, valóban Foucault is beszélt erről, is írt erről, de nem kell annyira visszamenni. Ismerünk olyan európai parlamenti politikusokat, akik erről beszéltek. És való igaz az, hogy a francia értelmiségben a pedofiliával való gondolkodás relativizálva lett. Ez Magyarországon nem így van, sőt Magyarországon a bűncselekményen túl azért szerintem szerencsére még megvan az a fajta társadalmi önvédelem, ami már egyes körökben nincs meg. Franciaországban is megvan de van egy olyan elkülönült elit, szokták őket bohém burzsóáziának is nevezni, vagy ahogy a franciák mondják, bobók, bobó. Ők azok, akik ugye egy felső középosztálybeli, vagy felső tízezerbeli született ö, ö, Felnőtt fiatalok, akik ö, ezeket a progresszív értékeket bizonyos szempontból túltolják, ezeket a progresszív értékeket mindenek felett ö, valónak ö, gondolják, és közben eljátszák azt, hogy ők ö, társadalmilag érzékenyek, holott ö, minden mást elnyomnak, igen. aki másképpen gondolkodik. Na most azt nem fogjuk tudni nyilván megállapítani, hogy a francia filozófus, tehát az ellenbörnoá, vajon mire gondolt, amikor. Ö, ugyanezt a fajta emberi értéket fogalmazza meg, hiszen konzervatívként már 1968-ban, és ez nekem így meg is ragadt ez az évszám, hiszen akkor indult el a liberalizmus a, a felfedező útjára, nevezzük így, és ő pontosan akkor döntötte el, hogy ő viszont konzervatív értelmiséget fog, és konzervatív kultúrát fog megalapítani. Tehát már akkor látszott, hogy ezt... Komolyan gondolja? Azt, hogy milyen alapokon azt most nem fogjuk tudni megállapítani, mert ha ő nem úgy gondolja, hogy Isten képmására teremtettett az ember, akkor vajon. De mégis ide jutott el, tehát ugyanazokra a gondolatokra, hogy nem vagyunk-e, és ezt kérdeztem volna tőle tegnap, hogyha sikerül, hogy nem vagyunk-e elkésve a jobboldali kultúra. Ő, ő, időbe kezdte, és mégis úgy tűnik, hogy nem, ezért kell többet küzdeni, és nem, nem mindig tűnik úgy, gondolom, ezt a 21. század intézet is érzi, hogy egy küzdelemben vagyunk, és szint az értelmiségnek a szinonimája a baloldal, liság. Igen, a 68-as nemzedék és a 68-as diáklázadás az, a, az szerintem az egy neomarxista lázadás volt, ahol a liberalizmus, a klasszikus liberalizmus eltorzult. Tehát itt ettől kezdve már nem arról beszélünk. Egy erőszakos egyenlőségre és egy erőszakos egyformaságra törekvésről volt szó, és minden határnak az eltöréséről, minden tekintének és a társadalmi rendezettségnek a megszüntetéséről szólt. Ennek érezzük most is a hatását. Tehát az a progresszív gondolkodás, ami Európa szer te mainstream-el vált. Én nem mondom, hogy többsége van, de az biztos, hogy a kultúrában hegemóniát Hegemoniát tudott képíteni. Igen. A tömegkultúrában ott van, és a tömegkultúrából szivárok be a társadalma rendszerébe. Tessék megnézni a stream-szolgáltatókat, a filmeket, vagy azokat az egyébként Amerikából is érkező különböző kulturálisnak nevezett alkotásokat, tömegkulturális termékeket, akár filmeket, ahol a pedofiliát relativizálják, a férfi és a nő közötti viszonyokat teljesen eltöllik, elmossák, és ez egyébként valóban egy küzdelem, Te már szolgálják csak Szolgálják a is, progresszív ideológiát. Abszolút mondani, szolgálják, mondani. és ugye kinevezik ezt a normalitásnak. Tehát azt Igen. gondolják, hogy ez, ez egy kizárólagos igazság. És ennyiből tényleg küzdelem ma... Jobboldalnak lenni, vagy ma, ha nem is oldalnak nevezni magát de konzervatív valaki, de konzervatívnak lenni. És ezért is a legutóbbi kommentár, a Békés Márton által főszerkesztett kommentár, ő az intézetünk igazgatója, foglalkozik a konzervatív forradalommal. Ugye uh -huh. itt két ellentétes szóról Igen. van szó, de nyilvánvalóan itt arra gondolunk, hogy a konzervatív magatartás ma egy forradalmi magatartás, azért, mert az, az a fajta progresszió, ami egész Európában, vagy a globalizmusnak hála, most már Magyarországon is megjelent, az ellen forradalmi eszközökkel, ha nem is erőszakos, de mégiscsak szellemi forradalmi eszközökkel kell küzdelmet folytatni. Vagy nagyon-nagyon láthatóvá válni, ami nem egyszerű, hiszen ahogy mondja a filmek is, meg különböző ö, szolgáltatók, amik a legnagyobb nézettséget és a legnagyobb érdeklődést váltják ki, ott nem ez a kultúra. Ott a baloldaliság is, a progresszivizmus a kultúra. Talán akkor rosszul mondom, nem is baloldaliság, progresszivitásnak nevezni, igen, inkább. Azért használjuk ezeket a Dehát fogalmakat. Nem tud láthat mert... láthatóvá válni egy másik. Tud. Hát igen, a, a, tehát a haladó, progresszív, tehát ezek, ezek jobb kifejezések. De azért használjuk a baloldaliságot, mert... Azt már túlhaladtuk. Túlhaladtuk, de azért használjuk, mert jobban tudunk tájékozódni. Tehát amikor mi beszélgetünk, vagy bármilyen diskurzus folyik, akkor azért figyelembe kell venni azt, hogy vannak olyan fogalmaink, amik segítenek tájékozódni. Inkább úgy fogalmaznék, hogy az egykori baloldal, illetve az egykori liberális oldalon létrejött... Igen. globalista szemlélet és progresszív politikai célok megfogalmazása. És ezt politikai megnyilvánulásba, artikulációban mondhatjuk, hogy baloldali pártok képviselik, és ugyanígy ezzel szemben van konzervatív gondolkodás. Ez, ez nem is ideológia, hanem ez inkább egy testtartás. És ez most nevezhetjük politikai artikulációnak, jobboldaliságnak, de tényleg a szavak félrevezetők. Ö... Talán annyiból akkor magyarázatra szól, hogy a baloldaliságnak a következtében jött létre a progresszivitás, tehát arról az oldalról nőtt ki, csak most már túlhaladtuk azt, hogy ez nem egyszerűen egy politikai nézet, hanem egy egy azon túl nővő ideológia, de nem a jobboldalnak a sajátja, mondjuk a progresszivitás. Nem, hát... sőt, sőt, a mostani jobboldalnak egy konzervatív forradalom az alapállása, méghozzá az, hogy vissza kell azokat az értékeket szereznünk, vagy azokat a, 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 az identitást építő értékeinket, amelyek az európai kultúrát, az európai embernek a létformáját, a körülöttünk lévő világot, a teremtett világon túl, a mesterséges világ is megformálták. Ez egy ö, értékőrzés. De annyiból forradalmi, hogy valamivel szembe vagyunk, valamivel szembe kell helyezkednünk, és hogyha azt nézzük, hogy ezek a stream szolgáltatók, vagy tömegkulturális eszközök leginkább a fiatal generációt célozzák meg, akkor bizony itt egy generációs küzdelemről is van szó, ami jövőbeli kérdés is, hogy mennyire vagyunk képesek, vagy mennyire tudunk ez, ez ellen mi alternatívát állítani. Mert ha a fiatalok csak a tömegkultúrát fogyasztják, és csak a stream szolgáltatókat követik, akkor olyan trendekkel találkoznak, amelyek egyfajta társadalmi érzékenyítés, vagy társadalmi kérdések csoportjába csomagolt politikai, ideológiai programok. Tehát amikor azt mondják, hogy ők társadalmi kérdésekkel foglalkoznak, társadalmi érzékenyítést folytatnak, akkor azok valójában politikai, ideológiai, progresszív ideológiai értékek alapján megfogalmazott célok. És vita nélkül, mivel hogy a másik oldal nem lehet jelen, vagy nincs még jelen. És hát akkor valószínűleg erre az, akkor az a válasz, hogy valóban egy kicsit elkésve volt, vagy túl erős az az oldal, vagy nem tudom, hogy pontosan ez hogy alakult ki, de ha a harcnak a része kell legyen, akkor az egyfajta egység is azért a jobb oldalon, hiszen azt mondja, hogy konzervatív az értékeket őriz meg, és már ugye itt az Alain Benoával is azért kiderült, hogy rendben van, de ha odáig jutnánk, hogy értékeket határozunk meg, ott már az egységgel baj lenne. Ő ott, már nem, például igen. nem a kereszténységbe határozná meg. Igen, tehát ő kifejezetten a keresztény egyházzal szemben áll, és a keresztény értékeket nem tartja olyan fontosnak ebbe a küzdelembe, sőt, ugye... Nem olyan fontosnak, beszél, hanem hogy, igen, hogy, a, hogy, az, hogy az individumnak a megszületése szerint a kereszténységnek a bűne. Tehát ő így igen. fogalmaz. Én ezzel vitatkoznék, és Molnár Tamás is, akit ide idéztem, ő is vitatkozik, és valóban én ezt úgy nevezném, de nem én találtam ki a fogalmat, hanem kollégám Pogrányi Lovas Miklós, hogy ez egy jobboldali törzszövetség. Egy olyan ö, sokszínű, olyan ö, ö, sokféle és különböző módon gondolkodó csoport, ami azért bizonyos kérdésekben együtt tud működni, ö, bizonyos dolgokkal ö, szemben együtt tud fellépni. És ez nem baj, hogy különfélék vagyunk, hogy vagy más Hát vagyunk. amíg nem kell megegyezni, hogy milyen értékekre alapozzuk, addig igen. De hogyha a bizonyos dolgokkal szembeni meghatározott véleményről van szó, szóval, abban van egység, hiszen a globalizmus teljesen, hát ma, ahogy említettem is a tegnapi előadás, az úgy, ahogy van, beilleszkedne bármelyik általunk Magyarországon ismert jobboldali konzervatív gondolkodásmódba is. Ugye itt a mögöttes értékeknek a boncolgatása, ott, ott lennénk bajba. Tehát akkor ez lenne az, az a nem annyira szűk, de keresztmetszet, amiben meg lehet egyezni? Ebben mindenképpen. Tehát a, az antiglobalizmus és a lokális gondolkodás az, hogy valami olyan közösséget keresünk az individualizmussal szemben, ami védi az értékeinket, abban igen. Az, hogy ezek az értékek honnan származnak, milyen forrásai vannak, és pontosan mik ezek az értékek, azon már lehet vitatkozni. És van is benne vita. Ö, valójában egyébként, hogyha magát az előadást nézzük, akkor hangsúlyossá vált váltak olyan kérdések ebben az előadásban, amiben akár politikailag tetten érhető Magyarországon jobboldali gondolatokat láthatunk. Például az Európai Unióval való vita, ami a szankciókról szól, ugye itt azért volt konkrét aktuál politikai elmélkedés is, ami valóban arról szólt, és ez azért túlmutat az aktuál politikán, de csak az aktuál politikában tudjuk megragadni, hogy Európa ebben a háborúban, ami a szomszédunkban folyik, béketeremtő kellene, hogy legyen. És nem az. És nem az. És nagyon, és sőt, hát olajat önt a tűzre. És ezt, a tűzre és ezt ő is És ezt ő is felhagyta tehát ebben jó tetten érhető az, hogy közös állásponton Igen. vagyunk. Sőt, a politika is közös állásponton van, hisz azt látjuk, hogy az Európai Unióban a progresszív oldal, és nem csak a progresszív oldal, hanem az ehhez kapcsolódó összes politikai csoport, vagy ennek megfelelni akaró politikai csoport szítja az ukrán nacionalizmust. Köldi a, a annak az oldalnak a nacionalizmus speciál nem is a sajátja. Ez egy nagy ellentmondás. Erre egyébként Schmidt Mária a főigazgató azt, mutatott rá, hogy amikor az Európai Unióban Ursula von der Leyen felrakja magára az ukrán zászlót, vagy úgy öltözködik, hogy az ukrán színekbe, illetve amikor arról beszél, hogy milyen fontos az ukrán területi integritás és az ukrán szuverenitás. Akkor akkor nem a határos határok kerül. eltörléséről beszél. Igen, hát ez egy, ez, egy, ez egy ukrán nacionalizmus, és az, 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 az azzal való közösségvállás, amit az Európai Unióban látunk. Holott ezzel szemben, ezt mondja a magyar kormány, és ezt mondta Lendőbe Áll is, hogy, 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 hogy itt Európának béketeremtő szerepet kellene vállalnia. Hozzáteszem, Oroszország is Európa része. Ha kulturálisan nézzük, akkor mindenképpen. Földrajzilag is egy része ide tartozik. De ha a történelmünket nézzük, akkor is része volt mindig is. Nem sok jót kaptunk mi Oroszországtól, ez egy más kérdés, de... Illetve is. Is. Ilyet is, olyat is. De kultúrát nézzük, akkor viszont nagyon sokat. Igen, Tehát igen, ha az... igen az az is. Igen, igen, igen. igen. Ö, nyilvánvalóan ö, viszont most az történik, hogy Európát kettévágják ez a háború kettévágja Európát. És ez nem Európa érdeke, talán itt emelte ki az amerikai érdeket. És ez is szókt. nagyon jól látszik. Tehát akkor csak azért visszatérve Ursula von der Leyen-re azért a bal oldalon is, vagy hát szóval a mainstreambe, vagy a progresszív oldalon is meglehetősen sok az ellentmondás, hiszen Magyarországot is azért szankcionálják elsősorban, mert miért beszél nemzeti egy identitásról, miért beszél határokról, miközben ugye ugyanezt értékelik Ukrajnánál. Tehát azért van itt több zavar van itt, mint amennyire így első ránézésre számítunk. Számos, tehát ez is egy ellenmondás, de szerintem az is ellenmondás, ami gazdaságilag megragadható, és erről is szó volt az előadáson, de ez is aktuál politikai vitának a tárgya, hogy bizony ezek a szankciók, az, amikor már az energiaforrásokról szólnak, akkor ezek egy öngyilkos Igen. szankciók, és... Igazából azt láthatjuk, hogy az amerikai érdekeket szolgálja gazdasági szempontból Igen. is. És az sem már, hogyha látjuk. Igen, és Európánál ez is egy önellenmondás, és azért választjuk külön Európát és az Európai Uniót, és pontosítok. Tehát az Európai Unió esetében ez egy ellenmondás, hogy az Európai Unió, amely mégiscsak azért jött létre, hogy a kontinensnek a geopolitikai, gazdasági, kulturális szerepét erősítse, ma olyan, mintha ellene dolgozna. Igen. Mert ezzel a háborúval, vagy ebben a háborúban való szankciós részvétellel, sőt, gazdasági háborúval, mert Európa gazdasági háború része lett. A szankció az egy háborús eszköz, gazdasági Igen. háborús eszköz. Ezzel, hogy ebbe belelépett, ezzel a saját érdekei ellen lép, sőt, oly módon szolgálja ki az amerikai érdekeket, hogy gyakorlatilag az a fajta mm, geopolitikai súly, ami már eddig is gyengült, most már nincs meg Európának. Tehát annál az asztalnál, ahol egy-egy vitát Globális vitát eldöntenek, Európának egyre kisebb a helye vagy szerepe. És ezt önmaga. És ezt önmaga a követés, itt van az ellentmondás. Igen. Nagyon érdekes beszélgetés volt, és hát nyilván érződik benne, hogy akár meddig is tudnám folytatni. Nagyon köszönöm Nagy Ervinnek, hogy itt volt velünk. Köszönöm a meghívást.